Gondolok vagyok. Átható. Valóban az a nagyon izgalmas, és erről szeretnék beszélni, hogy ezzel a Record nevezetű játékkal megnyertük. Másik irányba. Másik irányba fordítom. A lefele a... Köszönöm. Így van. Kik azok, akik mi? Mert egy csapattal dolgoztunk együtt. Ferenci Bálint és Holló Levente, valamint jó magam, azok, akik beneveztünk a 2013-as No-DS Knockout-ba. Ez egy 48 órás hackathon, az egyetlen megkötés, hogy valamit No-DS-sel kell csinálni. Mi nem nyertünk a No-DS-hez, a Bálint User Interface Designer, Levente JavaScript fejlesztő, én pedig Pythonban dolgozom. Ennek ellenére valamiért elindultunk, és csináltuk ezt a játékot, és hát megnyertük. A játék maga az egy real-time multiplayer memória játék. Ugyanaz a hagyományos memória játék, vannak kártyák, fel lehet forgatni a kártyákat, és egy másik játékos is veled együtt forgatgatja fel a kártyákat, és az, ami nagyon izgalmas szerintem benne, hogyha figyeled az ellenfélnek a kártyafelforgatását, és amit ő felfordított, annak te tudod, hogy hol a párja, akkor erről ellophatod a pontját. És ez a csavar benne, ettől lett izgalmasabb. Amiről szeretnék beszélni az előadásban, hogy lehet az, hogy valakik, akik nem is annyira értenek a No-DS-hez, azok megnyerik ezt a versenyt. És ehhez közelniból az segített, hogy mielőtt az verseny elindult volna, jól átnéztük, hogy hogyan fogják pontozni. Igazából ez nem is egy verseny, hanem két verseny. Az egyik egy közönségszavazat, amit csak így a közönség a szeretetét fejezi ki, az a mennyiségre számít, illetve a zsűri megpontozza ezek szerint a fun, vagy design, innovation és completeness kategóriákban az beadott munkákat. Az első számú szuper trükkünk, amit alkalmaztunk, az az, hogy a Bálint nagyon jól tud dizájnolni. És hogyha az nem csak a design kategóriában emelte meg a pontszámunkat, hanem a completeness is, hogyha valami jól néz ki, rögtön azt gondolod, hogy sokat dolgoztak rajta, pedig csak jól néz ki. Valamint a fant is megemeli, hiszen azt hiszed, hogy nagyon vicces és nagyon jó érzés, pedig csak jól néz ki. A második szuper trükkünk azok a robotok voltak, mert azt láttuk, hogy mindenki megcsinálja jó játékokat, multiplayer, sok emberrel lehet játszani, vagy csak kevés emberrel, de hogy ott állsz, szeretnéd kipróbálni, és épp a barátaid nem érnek rá. És hogyha nincsen senki, akivel lehet játszani, akkor azt érzed, hogy ez nem egy olyan jó játék, vagy legalábbis nem fog átjönni a üres szobában, akkor sem lehet jól játszani a világ legjobb játékja van ott. És ezért csináltunk robotokat, és úgy neveztük el őket, hogyha valaki a skifiben jártas, akkor rájön, hogy ők robotok, de egyébként nem feltétlenül tudta, nem volt kiírva, hogy egy robot az a Optimus Prime, akivel te játszol. Aki tudta, az tudta, aki nem tudta, szerintem nagyon sokan nem tudták. És a harmadik szupertitkos technológiánk, amit bevetettünk, az öcsém, akinek egy viszonylag népszerű YouTube csatornája van, rengeteg subscriberrel és rengeteg nézővel, és ő a GameStar-nál is ilyen videós újságíró. Rengeteg olyan követője van, akik játékkal foglalkoznak, és ő volt az, aki megnézte a játékot, őnek is nagyon tetszett, megosztotta a követőivel, és mutatnám ezt a gépet, ahol lehet látni azt a grafikon, én ilyen magasan felemelkedő grafikon görbét még nem láttam, pedig örülnék neki gyakrabban. Annyira, hogy a zsűri rá is írt, hogy hello, valahol megosztották a játékotokat, mert látjuk, hogy nagyon sokan lájkolják, és hát igen, ez öcsém, mint a szuper titkos technológiánk. Igazából ennyi lett volna az előadás, és pár kérdéseiteket, és köszönöm szépen! Akkor én. Mondjatok. Mi a technológia? Oké, hogy No-DS, de azon belül websocketek,
WebRTC mégis egy real-time játék. Mit használtok? Így van, a Robi csal, mert tegnapi nap előadtam a technológiájáról a frontend meetupon, de ott volt 20 perc, és 20 percben el lehet mesélni ezt, hogy mi hogyan zajlott. Valóban egy Firebase nevezetű service-t használtunk, ami egy, az egyik támogatója a Knockoutnak, emiatt lehetett használni. És a Node.js szerverünk az csak a robotokat futtatta. Magát a real-time kommunikációt, azt ez a Firebase nemzeti service szolgáltatta. Ez kielégítő válaszolt, Robi? Igen. Köszönöm. Nagyon jó. Bárki más? Bármi más? A Firebase? A Firebase az egy elosztott, ha mondhatok neked ilyet, ez egy elosztott JSON dokumentumot ad neked. Írhatod az objektumot, kijek alá írhatsz adatokat, és beregisztrálhatsz eseménykezelőket. És amikor változik az adat, akkor vagy te lokálisan változtattad meg, vagy bárki bárhol az interneten megváltoztatta azt az adott objektumot, akkor az eseménykezelődet a service-ük meghívja. És az, hogy ők valószínűleg Node.js-sel, meg Socket.io-val megoldják a kommunikációt, és neked abban nem kell törődnöd, neked csak annyit kell tudnod, hogyha beírtál, akkor egyszer csak valahol meg fog jelenni a túlfelén. És egyébként nagyon jó, és van egy free tierjük, és amit lehet látni itt a Concrete Users diagramon, ott az 50-nél van egy törés benne. Az azért volt, mert addig van a free tier, és akkor előtt kellett vennem a bankkártyámat, és az annyi idő betellett, ameddig kifizettem a következő tier. Darabszám, vagy ez egy konkurens, konkurens szoketek. Azt mondták, hogy ne érdekeljen minket az, hogy ez mi. Ez egy valami, amit ők megmondanak, hogy mennyi van. De hogy egyértelműen amikor sok user jött, akkor sok lett, de nem a userek számára egyenértékű. Tehát arról szól, hogy amikor, akkor számol csak, amikor kommunikál a user. És nem kommunikál folyamatosan. És emiatt a kisebb a szám, mint a valódi user száma. És mennyi volt ott az 50 és a 72 között a bankkártyádnál a terhelés? Tehát, hogy, mert ezek szép dolgok. Ilyen 10.000 forint környékén volt. Úgyhogy azt mondtam. Hány napra? Egy hónapra. És rögtön utána másnap lekapcsoltam meg, hogy persze a userek nem jönnek vissza, mert egyre nem addiktív, de amikor megosztották, akkor jöttek elegen. Illetve most jelenleg azért is nem mondom meg nektek az URL-jét, mert mindenféle szerver problémáim voltak, úgyhogy jelenleg nem tud, amit kitalált a társaság, a csapat, hogy meg fogjuk csinálni iPhone-ra, ha egyszer kijön, akkor majd lehet játszani vele. De akik teszelték, azok nagyon elveszték. Úgy csak érdekes. Ott valaki. Kérdésem volna, az egyik, hogy mennyire, mi volt a legnehezebb a fejlesztés során, és használd-e még egyszer ezt a vállalatot? Használd-e még egyszer a Firebase-t? Igen. A Firebase-zel az volt a nagyon megkönnyítette a munkánkat. Egy csomó konkurencia problémát, meg egy csomó kommunikációs kiesés, ezeket ők megoldottak, ezzel nem kellett törődnünk. A nagyon nagy probléma az, hogy bárki, ameddig futott az oldal, fölmehetett, és bárki bárhol mindenféle autentikálás nélkül a konzoljába beírta a megfelelő parancsot, abban törölte a teljes adatbázist mindenkiét. És ez egy játék esetén egyébként nem probléma, a tépet nem erre alapoznám. Tehát, hogy vannak dolgok, amit tehát, hogy igazából nehezen tudom elképzelni, hogy hol lehetne ezt használni, ami nem 48 óra alatt készült. Tehát egy security problémáik vannak rá ilyen megoldásaik, de hogy azokat utólag gondolták rá. Egyébként pedig nagyon izgalmas el lehet olvasni, és igazából én nagyon örülnék neki, hogyha az ember saját magának lefejleszteni. Utána nekem rögtön az volt az érzésem, hogy én egy ilyet szeretnék majd egyszer fejleszteni. Ez egy kérdés volt. Azt nem volt előtt, és azt mondtad, hogy
mi volt a legnehezebb a fejlesztés során? Fejlesztés során a legnehezebb. Megtartani, tehát hogy fejlesztés során a legnehezebb az volt, hogy azt szerettük volna, hogy a játék nagyon gyors legyen. És emiatt az animációkat hamarabb indítjuk el, mint hogy a Firebase visszajelezne, hogy komitálva van az adatbázisba az érték, és emiatt időnként illetve fura dolgokat kellett csinálni a DOM manipulációval. De hogy csak végig kellett gondolni, de hogy amikor az ember végig nem adott, akkor nehéz végig gondolni. Ez volt a legnehezebb része. Köszönöm szépen, és akkor ez volt az utolsó kérdés, és vissza is adom Robinak.